Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma egy spontán kirakással a kulcs a szívéhez, a kulcs a szívedhez. Mint ahogy sokan látták, hogy egy élő bejelentkezésbe ugyanezt a videót készítettem, de nagyon sajnos letűnt a videó. Megkérlek, hogy hunyd be a szemed, hangolódj rá, megcsináljuk még egyszer, amit tudnod kell, hogy eljusson te hozzád. Élvezd a hegyi kristály hangtár reszkését, valamint küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Koncentrálj, mit kell, hogy tudjál, mit kell, hogy tudjál ezzel a szerelemmel kapcsolatban, mit kell, hogy tudjál. Nézzük. Még egyszer a másik paklit szintén. Mit kell, hogy tudjál? Mit kell, hogy tudjál? Most összekeverjük persze a kártyát, és megnézzük. Megnézzük, hogy mit is üzennek neked ezek a kártyák. Keverjük össze, egy kisebb kirakás lesz, de készítek nektek persze még másik videót is, és szívesen örülök, hogyha megnézitek. Nézzük, összekevertük őket, igen. És nézzük, kettőt neked, kettőt neki, 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 kettőt neked, kettőt neki. Kettő, négy, hat, nyolc, tíz, tizenkettő, tizennégy, tizenhat, kettő, négy, hat, nyolc, tíz, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat. Na most kettőt még kivettem, remélem ez jó lesz így nektek. Nézzük meg a te oldaladdal, és nézzük meg az ő oldalával. Most egy szívecskét fogunk alkotni, és nézzük meg, hogy mit üzennek a kártyák persze neked. Mit üzennek a kártyák persze neked. Nézzük meg. Mit üzennek a kártyák neked valójában? Igen, és most az ő oldalát is megnézzük. Mindig, ha valami történik, annak is persze van lehet, vagy annak is van persze egy jelentősége. Ez azt jelenti tényleg, hogy meg kell, hogy még egyszer nézzed, lehet, hogy felismersz, új felismeréseket találsz itt benne, az is játszhat egy szerepet, és most hangolódj rá, remélem ez tetszik te neked. Nézzük csak, látjátok, egy szívecskét alkottam, és kezdjük itt el. Szóval mi köt össze benneteket a tudatszinten? Azt ad, hogy hát igen, hogy ő, vagy mind a ketten szeretnétek tudatosan egy tervet létrehozni, mind a ketten szeretnétek mondani, hogy milyen irányba menjen, hogy ti ezt egy kicsit irányítjátok. A tudat szinten ez foglalkoztat benneteket. Úgy látom te is, hogy egy kicsit ilyen lámpalázad van, mert
Nem hiszel ebben az egészben, és nagyon olyan szívverésed van, és ezt mindig egy kicsit eltolod magadtól valójában, és arról van a szó tényleg, hogy neked le kell, hogy tisztítsad magadat, és lehet, hogy tényleg háztisztítást is valamit készítsél, vagy magaddal letisztíts magadat, az energiákat letisztíts magaddal, és itt ez tényleg a zsájateját mutatja szintén, és lehet, hogy vannak ilyen gondolatok, érzések, hogy on-off, az azt jelenti, hogy vannak jó időszakok, rossz időszakok, és szeretnéd tényleg ezt az időt ezen átugrani, hogy ezt átlépni bármilyen irányba, és azt látod tényleg, hogy szükséged van tényleg merészségre, bátorságra, hogy ezt a rizikót, hogyha olyan határozatlan vagy, hogy átmenj ezen a hídon, szóval tényleg, hogy átmenj ezen a hídon, hogyha olyan határozatlan vagy, hogy nyílja erre a kapcsolat irányába, valamint az az üzenet tényleg, hogy lehet, hogy félsz tényleg, hogy csalódsz, és hogy valami negatív változás fog itt lenni. A bomba az mindig azt jelenti, hogy valami felrobban, valami nem jó sikerül, és valamint tényleg nagyon szeretnéd a gondolataidat újra összerakni és feloldani a félelmeidet, valami új irányból nézni a dolgokat, ezt nagyon, tényleg nagyon szeretnéd, és tényleg szeretnél felemelkedni, és szeretnél egy döntést hozni, és hogy kilépj ebből az egészből, erre vágysz, és ezt nagyon szeretnéd. Valamint azt látom, hogy szeretné az első helyen lenni, az azt jelenti tényleg, hogy az első helyet találd meg, az azt jelenti, hogy ő nála megkapta az első, hogy ő téged értékeljen, hogy megtaláld az első helyet, és ő tényleg őtett nagyon, nagyon helyes egyéniségnek, vagy férfinek látod, és az jött még be tényleg, hogy nagyon szeretnél egy új irányba vagy indulni, ez a kompasz, az mindig azt jelenti, hogy szeretnéd a gondolatodat megváltoztatni, a horizontodat szóval táv, vagy kitávolítani, vagy kibővíteni, úgy mondjuk, de nem szeretnéd megsütni tényleg a kezedet, hogy azt mondod, hogy nem szeretnél valamit olyat tenni, amit megbánsz, hogy megsütöd a kezedet, de itt van tényleg teljesen az új kezdet, itt van, és hogy egy új valami be fog indulni itten a mai napon nálatok, vagy ezen a héten, és hogy ügyelj tényleg ezekre az üzenetekre, és lehet, hogy kapsz valami üzeneteket, és azt látom tényleg, hogy használd a kristály energiát, a szavaknak az erejét, a blokkát, feloldás, rituál, munkát, stb. Ez azt mondja, vagy azt ajánlja neked, valamint tényleg, hogy tegyél rendet az életedben, és legyél erős, és realista, és konzekvens, és szabadíts fel magadat, szóval, hogy legyél, az azt jelenti, hogy független, hogy függetlenél váljál. Tudatalattiba pedig arra gondoltok mind a ketten, hogy tényleg kellene egy döntést hozni. Ezt mind a ketten osszátok a tudatalattiban, és megnézzük az ő oldalát, hogy ő nagyon szeretne ellazulni, és szeretné tényleg, hát ez most azt jelenti tényleg a masszázs, vagy pedig ellazulás, vagy hogy a stresszet el tudja engedni, erre gondol, és arra gondol még tényleg, hogy kitartó kell, hogy legyen, és minden, ami őt tett, zavarja, hogy ezt fel kell, hogy oldja, és mi jött még ki az, hogy szóval nem lehet semmit erőszakkal elérni, és erre nagyon gondol, hogy ne legyen egoista, hogy ne mindent erőszakkal érjen el, hanem nagyon szeretné megteremteni, amit ezt a nagy szerencsét megteremteni, ezt az új kezdetet, ezt a fejlődést, hogy ez jó irányba fejlődjön közöttetek, valamint az jött még szintén, hogy lehet, hogy
Hát lehet, hogy téged egy kicsit úgy lát, hogy te mindig panaszkodsz, vagy ezt is látja benned, és hogy te egy kicsit ilyen drama queen vagy, úgy látja benned, de valójában érzi azt is, hogy lehet, hogy ő is magát úgy érzi, hogy panaszkodik, valamint, hogy hogy lehet, hogy rossz emberek vannak a környékén, körülötte, az is játszhat egy szerepet, valamint az életöröm, a könnyedség, hogy ezt szeretné megváltoztatni, hogy pozitív irányba menjen, és hogy teljesen tele legyen lelkesedéssel, és valójában tényleg lehet, hogy a spiritualitás irányába is nyitódik most, hogy kinyitja a szívét, hogy oda ügyel, hogy odafigyel, és lehet, hogy ez elég gefährlich, az azt jelenti, hogy elég veszélyes ez a helyzet, úgy gondolja, de az tudja, hogy ezt mindent meg lehet oldani. Bármilyen veszélyes ez a helyzet, itten veletek meg lehet oldani, és nagyon szeretne veled találkozni, nagyon szeretne veled beszélni, és valójában az jött még tényleg be, hogy itt a romantika, itt van még, hogy szeretne időt venni a szépségre, a melegségre, te veled együtt, szóval az jött még be, hogy nagyon nehéz neki most ezt így magába vinni, mert ez még nem jött létre közöttetek, és le van terhelve, és most nem is tudja, hogy merre menjen, hogy van több lehetőség, több út, és nem tudja, hogy milyen irányba is menjen, és valójában a Krisztus energiát ki fogja nyitni a szívét irányadba, és az haladni fog irányadban, és valami módon úgy látom, hogy nagyon-nagyon jó egyénisége van, hogy nagyon megértő, tele van harmóniával, romantikával, teljesen mély érzések vannak itten, hozza neked a virágot, mint ahogy látod, valamint van neki egy meglepetés neked, ami tégedet majd nagyon meg fog lepni, azt látom itten közöttetek. Nézzük most meg még, hogy mit üzennek, persze a kártyák, melyik kártyák voltak még. Ja, az érzéseket. Nézzük meg a te érzéseidet. Nézzük meg a te érzéseidet. A te érzéseidet. Nézzük meg a te érzéseidet. És az ő érzéseit. Az ő érzéseit szintén nézzük meg, és az ő érzései, hetet kérünk szintén, hét kártyát kérünk szintén ide. Ami összeköt benneteket, ez a tavaszi érzés, az azt jelenti, hogy elég feldobottak vagytok, hogy szerelmesek vagytok egymásban, hogy ez itt van közöttetek, valamint nézzük meg még itten, az jött be neked is a nyári érzés, szóval, hogy te teljesen ilyen melegséget érzel iránt, és arra gondolsz tényleg, hogy nagyon szeretnél elköltözni valahogy, és úgy látom, hogy van még valami féltékenység itten, és ez már lehet, hogy régebb óta, vagy ez eltart még egy ideig, még itt van ez a féltékenység közöttetek. És hogy fog ez tovább alakulni? Hát barátságosan látlak itt, mint barát benneteket, de van valami elvallás közöttetek, és de szintén itt van a vonzó energia. Lehet, hogy el vagytok most jelenleg válva egymástól, és baráti alapon közeledtek, de itt ez a vonzó energia itt van nálatok. Nézzük meg most őnála, hogy nagyon teljesen le van robbanva, azt látom, és teljesen szerelmes beléd, hogy szóval ez az érzés, ez teljesen lerobbantja, és azt látom tényleg, hogy nézzük, mit is üzennek a kár, hogy ő nem lát ezen az egész helyzeten át, és nem is tudja, hogy meg mint is, nagyon szeretne egy kapcsolati munkát végezni, vagy ezen a kapcsolaton dolgozni irányodba, vagy veled, és
Ennek meg kell még, hogy érjen, el kell, hogy jöjjön, de úgy látom tényleg, hogy lélektársatok vagytok, hogy ő ezt tudja, és meg fog tégedet valójában hívni, azt jelentik ezek a kártyák. Na, húzzunk most neki egy-egy kártyát, még hogy mit üzen ő te neked. Elhoztam nektek a Nadine Breitenstein kártyáját, a kommunikáció, a buncs partnerrel, a szerelmeddel, mit üzen neked. Hát ő még egy kicsit lelép, és azt üzeni neked, hogy igen, én tudom, hogy kellene veled beszélni, hogy te ezt várod, hogy letisztázzuk a dolgokat, hogy én döntés hozzak, de én mindig ettől megszökök, és mindig találok kifogásokat, és mindig fontos termineket előre tolok, és így, hogy megtaláljam a választ erre, és nem tudom magam se, hogy mit is akarok, ez az üzenet. Valamint húzunk ebből a második kártya pakliból is, hogy mit üzen neked. Azt üzenni, hogy hát majd közeledni fogok hozzád. Méghozzá azt mondja neked a szerelmet, hogy lehet, hogy lassan, de közeledni fog irántad, és az ő érzéseit, majd hogyha ő ezt nagyon érzi, akkor ki tudja neked mutatni, hogy mit is akar, de valójában el tudja veled képzelni egy kapcsolatot, és nagyon mély érzései vannak irántad, és még neki kell egy kis idő, és mert ő nem olyan gyors, és nagyon egyetérző, és nem szeretne egy ilyen döntést hozni, amit nem gondolt még meg valójában, abból nem szeretne egy döntést hozni, és hogy kis türelme legyen, és majd eljön hozzád, de ő adja meg a gyorsaságát, vagy a tempóját az egésznek, és nézzük meg, hogy mi van még itt leblokkolva nála. Szóval az van leblokkolva, a szolár plexus csakrája van leblokkolva, hogy ő nem elég jó a te szerelmed, szóval, hogy attól van übacolt, ez enféle, azt gondolja, hogy te még más is érdekel tégedet, vagy pedig az, hogy te persze lehet, hogy kapcsolatban vagy, hogy ő nem lenne neked elég jó, vagy neked téged megbántana, hogy te jobbat érdemeltél meg, és nagyon magas, nagyon jó gondolatai vannak irántad, de hiányzik neki még az önszeretete, és ez neki, ez egy nagy szívcsalódást adna, de tégedet figyel, és lehet, hogy az internetbe is néz, vagy bármi is, akkor így a te életedben részt vesz. Ez az üzenet őtől lesz, szóval a szolár plexus csakra van nála blokkolva, vagy bezárva. Remélem, ez tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok is, legközelebb szintén velem tartsatok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!